Szavaztok! Felszabadulás, MGTS udvarán állok. Itt láthatjátok kicsiben a szombathelyi emlékművet. Igen, nem csal a szemetek. Most is 2019 van, és még mindig az van, hogy felszabadulás, MGTS. Na, szavaztok! Az előbb voltam a felszabadulási MGTS-nél. Most már Vád kürtelepén vagyok, Szentkút kápolnánál. Ilyen gyönyörű, szép kis aszfaltozott út visz, amelynek két oldalán fenyők vannak elültetve. Évek során már ilyen nagyra megnőttek, meg cédrusok. Most körbenézzük ezt a szép helyet, ezt a kápolnát. Körbe is járjuk, egy kicsit be is nézünk, és megpróbálok lemenni a kazamatákba is. Egyik éve le tudtam menni, de amúgy korom sötét van, elemlámpát nem hoztam magammal, de lehet, hogy azóta le is van zárva, majd meglátjuk. Csillog-villog az ET70, 3000 kilométert már belehajtottam, szuperül, működik. Eredetileg nem ide a Vád Szentkút kápolnához készültem, hanem a Szelestei kastély szállót szerettem volna nektek megmutatni. Na most az a kastély szálhoz tartozik egy arborétum is, de egyiket se tudtam nektek. Visszafordulunk, inkább visszajöttem ide, mert pont tataroznak ott mindent, fel van állányozva a kastély, tele van munkagépekkel minden, úgyhogy talán majd jövőre. Látjátok itt a kápolnának a belsejét, itt amennyit a rácsok megengednek mutatni. Gyönyörű szép idő van. Az évek során már elrozsdásodott teljesen ez a kerítés.
hát van itt egy kötél. Kazamata bejárata. Érdekes, hogy ez a kis kötél mutatja, hogy itt, mintha le lenne zárva valami. Sötét van. Próbálok adni egy kis fényt. Elemlámpát nem hoztam. Volt valami lehet, hogy egy ajtó vagy valami. Sok minden nem látok. Aha, ez egy újabb helység. Ez egy újabb helység. Azt hittem egy szellőző, de ez fölmegy a kápolnába, mert ott valamilyen fa idomot látok fönt. Szinte vakon megyek. Igen, itt is találok egyet az út másik felén. Az idő során megtelett földdel. Aha! Denevér. Élő denevér. Nézzétek! Ott a denevér. Fejjel lefelé. Nézzen kell, hova lépek. Valami eszköz. Igen, megint egy terembe jutottam. Megint van egy szellőző rész. És valami oltár szerűséget találtam. Ez egy gyertya. Itt szerintem egy kereszt volt. Keresek valami festmény, vagy akármit. Szoktam is találni kastélyokba belül. Hát de itt nem fogok. Itt minden vakulat. Kis lepke. Kidőlt a falnak az oldala. Itt is egy szellőző akna. Úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy innen ki is megyek. Ilyen volt éves
téglával csinálva a boltív, hol a Denevér függ, ott látni is lehet. Ez nem is egy denevér, hanem három. Gyerekek, egymásba kapaszkodva, három denevér, egy nagyon lóg, a kettő kicsi. Ezt nézzétek meg, micsoda páratlan látvány, micsoda közeli látvány. És láthatjátok, hogy oldották meg régen a kőművesek ezt a bolthajtást. Ugye itt nem látszik a vakolat. Úgyhogy most len vagyunk a Szentkút kápolna kazamatájába. Na, én most innen ki is megyek. Látszik, hogy ide 1961 lejártak az emberek. Szív. Egész régi feliratok. De hát sajnos vakolat már nem sok helyen van, meg ahogy elnézem, az egész összedőlés határán áll. De ez a bolthajtás akkor is nagyon szuperul meg van csinálva. Gyönyörű. Ez a kirakás, ez nagyon sok nagy súlyt elbír. Na, ki is megyek. Még most is világ. Ki. Na, már nem világítta. A segítségem, a telefon kis lámpája. Folyamatos fényt tud produkálni, hogy sötét helyeken is valamit lehessen látni. Tehát látjátok, alatta voltunk. Teljesen a templom alatt. Az irodalmát nem néztem meg. Csak azért is nem néztem meg, mert én a Szelestei kastélyhoz készültem, de ahogy szoktam is mondani a motoros, többi motoros videóba, meg főzéses videókba is, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle. Úgyhogy ma ez lett belőle. Vált külterület, Szentkút kápolna. Most valamilyen leírás majd adok hozzá. Tehát így néz ki hátulról. Szentkút. Vajon szabad inni belőle? És mitől szent? Mind elolvassátok. Csörgedezik. Én most ebből nem merek inni. Bár a 90-es évek közepén, amikor jártuk állandóan az irott kőt, Bozsokról kiindulva, fenti ilyen forrásokból, meg természetes forrásokból, aminek neve nincsen, tehát ered a hegynek az oldalából, több helyből jöttünk, soha nem lett semmi bajunk, még csak egy kicsit se fájt a hasunk, de ez már akkor volt. Most már minden egyre szennyezettebb, úgyhogy ebből nem igen merek inni. Én a kis zsidányi forrást ajánlom. Azt mondom, még az most is egy tiszta vízi forrás.
Itt vannak régi kövek. És már megint 16 percnél járunk. Na ez a kazamatába járkálás elvette az időt. Megnézzük még ezeket a faragott köveket. Sok száz éves kövek lehetnek, annyi biztos. Némelyiken felirat is található, mint például ezen, de már látom, ezenre festettek valami szürke festékkel. Tehát ez volt a Szentkút kápolna. Tényleg jó idő van. Örülök, hogy itt lehetek ezen a szép természetbe. Egyet megállhatok, és tényleg nyugalom árad itt ebbe a tájba. Ha mi? Ha ez nem a boldogság, nézzétek. Gyönyörű minden. Szerbusztok!